Terrudy is japán első számú motorolaját, a Zenaoszt használja. Mindenhol M-Sport feliratokat látok a környéken, és sehol sincs egy BMW, ugye? Mert hogy ez nem az az M-Sport, ez a Malcolm Wilson-féle M-Sport, akik a legendás Ford VRC-ket adták nekünk többek közt, és most megcsinálták ezt a Raptort. És nagyon sok az idézőjel, mert ebben az autóban nagyjából ennyi a Raptor, ez az ellapító dizájnelem itt az elején, innentől elkezdve T45-ös csövekből lehegeztett, teljesen egyedi csőváz, a regulációknak megfelelően sofőr nélkül 2010 kg a súlya. Három utas foxgátlók vannak alatta, kerekenként kettő. Az egyik egy coilover, a másik pedig egy bypass, aminek ugye az a dolga, hogy segítse a csillapítást. Természetesen hidraulic bump stoppal kivitelezve, és ha megnézitek azt a lengőkartot alant, azt nem kovácsolt, azt lemarták egy darabból, de tényleg. Hat dugós alkonfék fogja, megy, de a regulációk szerint, tehát a versenyszabályozás szerint 170 a vége. Tehát nem engedik őket veszélyesen gyorsan menni, a gyorsulása az nyilván így is drámai. A benne lévő motor, amit itt hát olyannyira orközép motoros, hogy a motor kvázi bent van a sofőr és a navigátor között, az egy 5 literes modular Ford V8, Coyote-ként hivatkoznak rá, innen sejthetjük, hogy a legközelebb nagyjából az 5 literes Mustang GT-hez van. Kicserélték a kipufogót, kicserélték a szívoldalt, de szintén a szabályozások megkötik azt, hogy a motor belsőségének gyárinak kell lennie. Eddig egy 3,5 literes EcoBoost V6-tal mentek, és én meg is kérdeztem az egyik mérnököt, hogy te miért van az, hogy a jó kis hatékony turbomotort lecseréltétek egy ilyen bitang szívóra, és azt mondták, hogy azért, mert nem biztos, hogy hatékonyabb a turbomotor. Versenykörülmények között folyamatosan járatni kell az ALS-t, ami nagyon sok üzemanyagot emész fel, ugye ott robbangatják el a turbo előtt, hogy folyamatosan fenntartsák a fordulatot. Egy 5 literes szívómotornak erre úgymond nincs szüksége. Nézzétek meg, itt sem találunk különösebben sok Ford alkatrész, bár én egyet azért felfedeztem, a kilincs. Roland, mondd meg, mi ez, Focus? Mustang? Hát, nem, a Mustang Cross Tour. Hármas fókusz. Talán a kilincs hármas fókusz, amúgy minden szénszál, meg cső. És a rugóút 35 cm, a hasmagasság 40 cm, ez állítható, a rugóút viszont szintén szabályzat alapján komolyan megkötött. Gyere hátra kérlek a kipufogóhoz, meg a hűtéshez. Azért lehet sejteni, hogy ebből itt nagyon-nagyon-nagyon súlyos hangok jönnek ki. És ugye mondtuk, hogy három utas Fox gátlók, itt látjátok a szabályzást. Ha tippem szerint, hogyha a bringákból indulok ki, akkor a piros a visszaút csillapítás, és ez a két másik szelep, amit itt láttok, ez pedig a befelé rugózáshoz tartozó kis és nagysebességű kompresszió, valamint a kamranyomás szabályozható, tehát a piggybacknek, a túrfőnek a kamrája. Műszaki szempontból egészen elképesztően pornográf az autó, tényleg minden mart, minden gyönyörűen eldolgozott, és süt róla a versenyautó. Itt van a kezemben ez a kávés bögre, hát nincsen ráírva, hogy hány deci, mondjuk azt, hogy 2,5, de hogy nézd, így bele tudnám tenni kb. A kipufogóba. Hát mondhatjuk, hogy a járműnek lesz hangja. A sebességváltó az ugyanaz a SADEV, szekós váltó, amit itt a gridnek kb. A 90%-a használ. Azt mondták a mérnökök, hogy ezt érdemes, mert ehhez van tudás, ehhez vannak szakértők, alkatrészek, meg tényleg, ha mindenki ezzel megy, akkor véletlenül egy bevált technika. Hopp, még egy picit emlékeztetünk a Raptorra, de olyan nagyon sokban nem. Tök érdekesek tényleg ezek tulajdonképpen ilyen marketing jellegű dolgok, hogyha valaki Dearbornban úgy dönt, hogy jövőre a Kugát kell ezzel az autóval promotálni, akkor egyszerűen az elejét átragasztják Kugára, és akkor Kugaként fognak ráhivatkozni. Elképesztően érdekes autó. Hamarosan megérkezik Ágó Béla, ha minden jól megy, véletlenül majd kicsit többet tud erről az egészről mondani. De látszik rajta az a jófajta célszerszámság, hogy ránézel, és hogy minden egyes él, minden egyes csavar, minden egyes konzol csak azért van, hogy ez egy jó versenyautó legyen. És tudjátok, ki fogja vezetni? Nani Roma, kultuszversenyző, 2004-ben motorral nyerte meg a Dakart, azóta autóval próbálkozik, és azt mondták, hogy beszélhetünk vele néhány szót, ami bakker. Ilyen sem minden nap van.
Hello, my name is Tony. Hey, nice to meet you. And it's an honor to meet you. And I know that you have a pretty serious races with motorbikes. And now you've in the last few years to switch the cars. Could you tell me which is the hardest part of changing? Or do you have car experiences before in the motorbike era? No. I don't have any experience, only that I like the cars, rallies and stuff like that, you know, but not, I don't have any experience. For me, it was the hard and the toughest is to listen someone, you know. Before, in the bike, I make everything by myself. You are alone? Alone, to navigation, take decisions, and now I have someone in the side. This is one of the, not the hardest, but it's hard in the beginning to listen someone say me how I must to do, you know. Second one also, it's manage the four wheels, you know, the heavy, the weight of the car. The driving, it's the line, it's similar the bike than the car, but the car are four wheels. The bike is only one wheel. This means it's more space, more weight, and it's different technique of drive. This means that this is, in the beginning, it's tough to understand these feelings. Since you finished the professional motor racing, how often do you ride your motorbike? Do you often do it for fun, or do you have any kind of racing, or is just you left it? In the beginning, in 2005, more often I not training, but it's more from fun, and also I make some races just after a stopping bike. But now not anymore. To be honest, from last years, not. It's curious and a strange feeling that I don't need that, you know. I really focus it in the car, and it's strange. For me, the reality is that I make a lot of races in bike, a lot of kilometers. We did around sometimes some years around 30,000 kilometers a year in bike. This means it's a lot, and now I don't really feel. No, I don't. That's what I wanted to ask, but it's because I think it doesn't matter if you do it on a bike or in car. Long distance off-road racing is pretty grueling and basically eats your body. How long could you maintain that kind of lifestyle in off-road racing? What do you think? And how long could you do it in your life? If you look, my teammate Carlos Sainz, it's 62 years old. This means that now I 52. This means that it's long. The point for me, it's different ones. That it's I like make a sport. This means I make a lot of bicycle training. This means I like to be fit. This road is, bicycle or mountain bike? Road bicycle. This means that this is one. The second, I still have this passion from racing and the motorsport, and continue to have this passion to fighting. This is also help a lot to keep your body in the good shape, you know. Still, I have, I like training, I like racing. This means that the day when I lose this passion, it's sure the time that I lose. The day you should stop. Exact, you know. But still now, I still continue to have this super passion. We are really lucky, you know, to have this team, this new car that we start today with this racing. And now we are so proud and happy to be. Here and continue to racing. And one last question with the car. When the team, I mean M Sport and Ford, finish the car and you first time you drive it with basically no setup, just fresh off the showroom, like I said, how does it feel when you first drive a car like this? It's really, really proud and exciting, you know, to have this opportunity to race from the first time to the Raptor. We work a lot, okay? Already we did more than 13,000 kilometers testing. 13,000. This means we started. Where did you make the test? Which part of Europe? We start in England, after to France, after to Spain, and after in Morocco. Between these four places, we did a lot of kilometers. Not only me, my teammates also, okay? This means that we know a little bit the car. We are really happy about the car, and now it's time to see how we are, where we are in competition, you know. But yeah, really exciting, happy to be here, and it's amazing work that all the team make it. I can say thank you to all the team to this really big job that he did from the last month, also from Ford. It's really nice project.
What is the best fitting terrain for this car? Desert or more in the mud, in the forest, or where do you like? This car is more made from desert, you know, from the desert. It's the place that it's made. After in these conditions, narrow tracks, raining, muddy tracks, it's not made from that, you know. We are really made, but little bit the cross-country car, it's a car that it's made from every type of surfaces. You know, this means that during the Dakar Rally, we take different type of tracks every day, but it's not really made from this type of tracks, you know. But normally, it will be okay here also in this type of tracks. And I wish you all the best. Thank you very much. For racing and life, biking. Thank you. And thank you so much for this. Bye. Thank you. Szóval oda mentem a direktorhoz, hogy mikor indítják az autót, mert hát nyilván szeretnénk felvenni a hideg hangját. És azt mondták, hogy 3 perccel ezelőtt, mert hogy 9:18 van, és hát 9:15-kor ennek az autónak már mennie kellett volna, de egyértelműen jelen lesz az indításnak, úgyhogy most ezt várjuk. Előbb kiszúrtuk azt a 4 gombot a navigátornak a jobb kezénél, és ezek emelők, ugyanis az autónak van egy saját pneumatikus emelője, amivel, hogyha defekt valami, azért a sivatagi versenyzésben előfordul, akkor csak simán fölkapják a megfelelő sarkát az autónak kerékcseréhez. Ott van egy Milwaukee kéziszerszám, kerékkulcs, és itt vannak ugye a pótkerekek, tehát navigátor ugrik ki, kapja fel az autó elejét, minden perc számít, veszi le a defektes kereket, teszi fel a jót. És itt látszik, hogy ez egy mennyire specializált szakág, hogy ennyire bejáratott, kifinomult megoldások vannak. Tényleg a lehető leggyorsabb megoldásra kiegyező, hogyha probléma van. Béla, eskügyári extra? Mondtad, hogy nem nagyon tudsz sokat az autóról. De most vicceltem már, veled. Most azért hozzáférsz a homológlapjához a Ford rendszerben? Nem. Hát ebből nyilván nagyon kevés eredeti alkatrész van, vagy bármi olyan, ami... Igen, ami... Eddig pár kilincset szúrtunk ki. Úgy, kilincset, egy-két zsanért, egy-két logót, ilyesmit. Szóval nyilván egyedi építésünk. Egyedi építés, és nem tudom, hogy te a terepversenyzésben mennyire vagy benne. Azok a megoldások, amik ebbe így látszanak kívülről, azért elég sok minden látszik a mechanikában, azok mennyire jellemzőek? Sok itt még az újítás, vagy ez most már annyira kiárt, hogy... Én még azt látom, hogy a felfüggesztés továbbra is fejlődik egy picit, de maga az alapkonstrukció, azok megmaradtak. Egész jó kitapasztaltak már annak az útját, hogy mi is lenne a jó tömegközéppont, elosztás. És persze a szabályok vezetik ezt. Tehát amit az FIA előír, ahhoz nagyon igazodni kell, úgyhogy azért nem korlátlan a fejlesztési lehetőség. Mondtad, hogy a futomban látsz még fejlődést. Mit? Hát szerintem a lengéscsillapítók egyre inkább jobbak. Tehát egyre több funkciója van. Tudtuk eddig is, hogy van hidraulikus ütközés, beütközés gátló. Ugye kettő van mindegyik keréknél, tehát ez eleve mindjárt a hűtésre jobb, vagy ha bármelyik elpukkan, akkor még mindig marad valami. Rengeteg jó, nem is a közepén van, tehát lehet szimmetriát, egyforma erőelosztásokat csinálni, de a csillapítás, a keréknek a mozgása, hiszen limitált, amit rugózhat a kerék, és ezt azért jól meg kell oldani, hogy mindig lent legyen a kerék a talajon. Azt mondták, hogy szívoldal változhat, kipufogórendszer változhat, de alapvetően mondjuk a blokk és főleg a belsőség annak gyárinak kell lennie. Na most ez a Coyote-ként hivatkoznak rá... Nevezzük Mustang motornak. Igen. De hogy azt mondták, hogy a teljesítménye ilyen 370 lóerő körül alakul. Na most akkor ezt... Detunolják? Antituningolják? Mi történik vele? Nyomatékmérő van a sebességváltóban, és ez a megadott teljesítmény szintet a motor programozásával valóban szabályozzák, tehát van egy visszacsatolás, és ezt az adatot egy ilyen FIA versenyen a nyomatékértéket
gyakorlatilag online tudja. Ez egy plombált szenzor. Így van, nyomatékszenzor, ami méri ugye a motorból kijövő teljesítményt a sebességváltóban, és ezzel lehet limitálni azt a teljesítményt. És azzal, hogy így elvágják a teljesítményt 370 lóerőnél, és ez ugye utcán 450 minimum, de inkább több. Szóval, hogy ezzel, hogy elvágják a teljesítményt 370 lóerőnél, ezzel viszont tudnak csinálni egy nagyon lapos nyomatékgörbét, nem? Azt is tudnak, nincs annyira hamar vége, tehát lehet játszadozni azzal, hogy azért legyen sebességünk, hiszen fordulatszámot is elérhetünk. Illetve azt kell mondanom, hogy ha digitálisan erre jól felkészült a szabályalkotó, akkor talán még jobban is ellenőrizhető. Ami nagyon érdekes, hogy mondták, hogy 170 a vége. Mert ugye ezek nem olyanok, mint a rally szakaszok, hogy ismerik, hogy mi van előttük, hanem néha befut a teve, meg ilyenek, valamiféle biztonságra törekedni kell. De a 170 az úgy van, hogy ott a Sadevnél leforogja a hatodikat, vagy pedig hagynak benne Laufot, hogy le tudják ejteni a fordulatszámot, mert ugye ezek nem ilyen 8-10 perces etapokat mennek, hanem mondjuk 3-4 órát állnak a gázon. És van, hogy 170-nel sokáig mennek. Ez az, hogy sokáig. Tehát a motorhő háztartását, és persze a fogyasztás is vegyük figyelembe, hogy ne kelljen annyi benzint belerakni, ebbe benzint, akkor az nagyon fontos, hogy az nem limiteren fog menni 170-nel. Hogy milyen értéken, ezt majd ki fogom nyomozni, ezt nem tudom még, de nem limiteren mennek ezért. Az biztos, hogy ahogy itt elrajtolt, az első kanyarig, ami mennyi lehet, 150-200 méter? Hát egy 200 megvan, igen. Egy 200 méteren 5-öt váltott a 6-ból. És érződik, hogy volt sebesség. És 5 telin már elemelkedett így az autó az így első buckán. Így van. Három körük volt a teszten, ebből kettőt teljesítettek, és ahogy látszik, már az autó alatt nincsen haspáncél, lebontották az elejét, meg szedik szét a hátulját, ugyanis eltört egy féltengely. Ez ugye egy ismert probléma. Van ennek a fajta munkának, a versenyszerelőnek egy romantikája, hogy tök mindegy milyen az idő, tök mindegy milyenek a körülmények, oda kell menni és alá kell feküdni az autónak, és meg kell fogni a villáskulcsot szarvansárban. Biztos frankó, amikor körbeutazod a világot és azt mondod, amikor szeret, de ez egy kicsit talán a kevésbé frankó része. Nagyjából 20 perc alatt letudták a féltengelycserét, és az autó ment is vissza, hogy még a maradék köreit teljesítesse. De maga a komplexum, amit idehoznak a versenyekre, az sem pite. Beengedtek oda előbb, ahol most nem szabad kamerázni, mert egy kicsit rendetlenség van, ugye a csapat oda szórta be a vizes cuccát így pánikszerűen. De abban a kamionban egy felkészített műhely van, ahol tulajdonképpen bármit meg tudnak csinálni. Azt mondták, túlnyomó részt inkább a futóműelemeket szerelik, tehát gátlókat építenek újra és hasonlók, de a helyzet azt kívánja, akkor itt minden lehetőség adott egy teljes motor újjáépítéshez. Elkezdték kihúzni a fiókokat, az autóhoz tartozó összes csavar, alátét, kötőelem, minden ott van benne, meg lengőkarból bekészítve ebből a szép egy tömbből maradt lengőkarszetből egy olyan nagyjából 8. És mondták, hogy ide most nem vonulnak föl nagy üzerővel, mert hogy ez egy, a Hungarian Baja az egy kisebb verseny, hát értelemszerűen nem egy Dakar, mert nem vagyunk egy egész kontinens, csak egy ország, de azért hoztak magukkal tartalék motort, amit szintén okafogyott kipakolni, mert viszonylag kicsi az esélye, hogy itt bármi történni fog. 6 szerelő dolgozik abban az autóban, mindenik talán látszik a satupad, ott van benne a törött féltengely, és minden adott. A versenyzésnek ez azért egy nagyon magas szintén.